és UNESCO zenevárosi címet is büszkén viseli. Rengeteg energiát fektetünk az elmúlt években abban, hogy a legkisebbek zenei nevelésétől kezdve a legfontosabb szakmai fórumokig megszólítsuk elsősorban a veszprémi és régiós közönséget, és a zene szeretetét még inkább elmélyítsük, ha csak lehetséges. És tulajdonképpen ennek a törekvés és remélem rendszernek a keretén belül helyezkedik el a Pereműzők szeretete is. Szeretnénk, hogyha a kuriózumok, a zenei csúcsteljesítmények egy már ismerős és nyitott közegbe érkezhetnének Veszprémbe, és azt gondolom, hogy ennek egy nagyszerű és méltó példája a debütáló Veszprém Blues Fesztivál. Talán minden tudás nélkül állítható, hogy ne a Péter mondjon ilyen szuperlatívuszokat, hogy szerintem Kelet-Európa egyik legjobb, legintenzívebb és legmagasabb színvonalú négy napja elé nézzük áprilisban. Én nagyon örülök neki, hogy a blues, amit mindig sokféle értés kockáztatok ki, aki bluesról mesél, egyszerűen a kortárs könyvzene inspiráló, jelenlévő és meghatározó erejeként ünnepelhetjük meg ez alatt a négy nap alatt, és a kulturális főváros program sorozatának a zenei részének az egyik fontos eseménye épülve lesz ez a fesztivál. Péter, akkor viszont mesélne nekünk arról, hogy őrületesen jó felhozattal lesz ebben a négy napban. A nemzetközi sztárok, a magyarok között is az élvonal. Mesélj a szakmai program, vagy zenei programról. Egyrészt akkor is megragadom az alkalmat, hogy üdvözöljek mindenkit. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen hideg tévén reggel minden eljöttek. A célunk az volt, hogy amikor jött a felkérés, hogy a EKF részén részt legyen ez a fesztivál, hogy valami olyat hozunk létre, ami kicsit példamérkői Magyarországon. Nem olyan szempontból példamérkő, hogy ugye rengeteg blues fesztivál történik mindenében, de annyiban már kuriózom a mostani, hogy sikerült egy olyan programot összerakni, ami mennyiségében, méretében és minőségében, ami kiemelkedik az eddigiek közül.